Szeretettel köszöntjük Önöket, köszöntjük a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet és emberismeret fejlesztő képzésén. Én Erényi Györgyi vagyok, a PPH egyik vezetője. Én András Miklós vagyok, a PPH egy másik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú igaz ember mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Szedlacsik Miklós az egyik legismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta él Budapesten családjával, feleségével, Mariannal, kiegyensúlyozott boldog családi élete van. Két fiúgyermeket neveltek fel. 1987 óta építi a kapcsolatokat az emberekkel, 1991 óta vezet embereket és van saját szervezésű csapata. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett ugyanaz a szervezet piacvezető. Tanításait már több százezer ember vette igénybe valamilyen életjobbító lehetőség elsajátításában. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében közreműködött. Nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy a magánélete nincs rendben. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. A vezetőnk több különleges médium képességgel rendelkezik. Az ember és az élet működésével kapcsolatban hall vagy olvas valamit, ahhoz kap részletes információt és tudást. Képes az emberről és az életről szóló olyan információkat lefordítani a köznyelv számára, amelyeket mások tanítottak, de azok legtöbb ember számára érthetetlenek. Ha szükséges, képes személyek esetében is információkat kapni a múltról és a jövőről. Ha az élet vagy az emberismerettel kapcsolatban új kérdés merül fel, gyorsan kap választ a fentiektől, hogy áthatassa az információkat. Küldetése, az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban együttműködni, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek azzal, ami a világban van? Jó világunk van? Meghosszabbították a veszélyhelyzetet, tudjátok? Januárig vagy meddig? Még nem olvastam utána, Marian feleségem mesélte, éppen a minap, illetve ma mesélte. Mi történt? Nem vagyok lemerülve. 1, 2, 3. Szakadozik a hang. Nem baj. Nem tudom miért. Nincs. Szóval a lényeg az, hogy kicsit talán följebb tudom húzni, aztán annyi. Jó. Szóval folytatódik az a helyzet, ami eddig is volt, hogy erről éppen beszéltem vasárnap, hogy ilyen érdekesen kivesznek, beraknak,
törvénypontokat, illetve jogszabálypontokat, rendeletpontokat, ezek inkább csak rendeletek. És ugye érdekes, mert hát én gondolkoztam már azon, hogy vajon a vezetők a világban azok ennyire félnek, ugye három variáció van, tehát hogy ennyire félnek attól, amit ugye próbáltak elhíresztelni, vagy ennyire megvették őket, vagy ennyire hülyék. Komolyan. Hát szóval egyszerűen nem tudom. Szóval a három közül nem tudom, hogy melyik lehet, melyiknél melyik. Hát biztos, hogy az is van, hogy van, akik ennyire félnek. Biztos, hogy az is van, hogy van, akiket megvettek. Biztos, hogy az is van, hogy szegények, némelyik olyan sötét, hogy mint a sötét éjszaka. Szóval olyan érdekes az egész. Tehát csak azt nem értem, hogyha valaki megvásárolható, vagy ha valaki ennyire fél, vagy hogyha valaki ennyire sötét, akkor hogy kerülhet be az állami vezetésbe? Érted? Tehát hogy kerülhet be? Tehát hogy lehet az, hogy egy ember olyan magas szintre tud jutni, hogyha fél mondjuk, vagy ha ennyire megvásárolható, tehát magyarul korrupt, vagy ha ugye ennyire tyúkeszű. Érted? Tehát nem értem. Tehát, hogy és valahogy ezt nem látják az emberek. Tehát nem látják, hogy a világról beszélek, most nem Magyarországról beszélek, a világról. Hogy nem látják azt, hogy milyenek a vezetőik. Tehát, hogy ilyen vezetőket választanak meg, bár nem látom, hogy a politikában lenne jobb. Hát egyik 19, másik egy hián 20, vagy egyik kutya, másik ebb, mindegy. Szóval a lényeg az, hogy eléggé fura, nem? Gondold végig. És ez ennyire nem volt nyilvánvaló a múltban, nem? Tehát, hogy most ha valaki ezt nem látja kellően nyilvánvalónak, akkor nem tudom, hol él. Akkor valamilyen álomvilágban él. Tehát ugye a pár évvel ezelőtt még, mint amit mondjuk 2 évvel ezelőtt, még azért nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy mit tudom én, az állami vezetőkkel valami nem stimmel. Tehát valami nem stimmel. Tehát ez nem látszott. De most egységesen ez látszik néhány kivétellel, érted, a világban. És egységesen ez látszik. Tehát azt látni, hogy mit tudom, itt Európában például, mit tudom én, mondjuk az EU-ban talán a svéd vezetés a kivétel valamilyen szinten. De a többi az ilyen egyforma, nem? Ilyen vagy fél, vagy korrupt, vagy sötét. Nem a bőre, hanem az elméje. Tehát azt mondanám, hogy buta. Tehát érdekes. Bár hogyha azt meg lehet csinálni, hogy az Amerikai Egyesült Államok élére lehet tenni egy olyan személyt, akivel szellemileg valami van, érted? Tehát szellemileg nem tiszta. Hát onnantól kezdve nem csodálkozok semmin, érted? Tehát nem csodálkozok azon, hogy a világban a vezetők kell valami nem stimmel, de nagyon nem stimmel. Tehát nagyon. Na most azt nem hiszem, hogy ennyi vezetőt, ami a világban van, meg lehetne fenyegetni, érted? Tehát meg lehetne fenyegetni. Tehát, hogy
úgy meg, tehát nem a izét, most a félelem nem attól fél, hogy mit tudom én, megölik a családját, hanem attól, hogy mit tudom én, megöli a vírus a családját. Jó, tehát ugye most erről a félelemről gondoltam ott az legelején, de nem mondom, gondold végig, hát itt azért tudom, a Földön nem is tudom mennyi ország van. 200 valamennyi, valahogy így. Tehát, és ebből a 200 valahány országból ugye vannak, tehát az azt jelenti, hogy 200 valahány vezető. De hát annak van testülete, ugye olyan, amelyik ugye közvetlenül tanácsadó, kiszolgáló, stb. Stb. Tehát ott viszont már van jelentős létszám, mint például itt is azért a kormányzó pártnak a kiszolgáló személyzete az gyakorlatilag a parlamentben az ő pártjában, az mit tudom én, 100-valahány ember. Na most onnantól kezdve akkor nyilvánvaló, hogy ez más országokban is így van, hát nyilván valószínű, hogy mit tudom én, Kínában lehet, hogy nagyobb a parlament, mint Magyarországon. Szóval, de hogy ahogy elnézi az ember, tehát itt gyakorlatilag ugye van egy mondjuk egy 200 valahány vezető, annak vannak mondjuk kiszolgáló személyzete, közvetlen kiszolgáló személyzete, úgy mit tudom én, 100, 200, 300, 400 ember, akkor ugye azt megszorozzuk azt a 200 valahányat, mit tudom én, mondjuk átlagosan mondjuk 300-zal, vagy 400-zal, vagy akár 500-zal, érted? Akkor már itt egy ilyen több ezres, vagy több tízezres, inkább több tízezres lélekszámról van szó, és azért nem hiszem, hogy bizonyos hatalom így több tízezer embert így közvetlenül megfélemlítene. Én ezt nem hiszem. Mert hát ahhoz nincs akkora hatalmuk, hogy ezt meg tudnák csinálni. Mert itt nem pár ember megfélemlítésére lenne akkor szó, hanem több tízezer ember megfélemlítésére. Na most, hát itt ezért mondom, hogy ez a negyedik verzió, ez szerintem nem valószínű, hanem inkább ugye az van, hogy vagy tényleg ennyire félnek valamitől, mit tudom, az egészség, betegségtől ennyire félnek, vagy ugye megvették őket szó szerint kilóra, hát vagy ugye ennyire buták, hát nem tudok mást mondani, hát nem tudok mást. Na most, hát nyilván mindenki dönts el maga, hogy ő mit gondol. Én ezzel kapcsolatban ugye nem akarom kifejteni, mert biztos, hogy van ez is, meg biztos, hogy van az is, meg biztos, hogy van amaz is itt a politikai vezetők között, meg annak a slepében. Tehát lényeg az, hogy ugye egy érdekes világot élünk, tehát ha most jobban megnéznénk, akkor azt mondhatnánk, hogy ilyen nagy baj a világ vezetésében, már mint úgy értve, hogy az országok vezetésében, tehát ugye a vezetők között, ami most van, szerintem sose volt. Soha nem volt. Tehát ilyen nagy baj. Na most ez mit jelent, mit eredményez, mit fog létrehozni? Hát ez azt fogja létrehozni, hogy ha olyanok vezetik a népeket, akik vagy félnek, vagy korruptak, vagy sötétek, tehát tudatlanok, buták, akkor az azt jelenti, hogy az egész, akiket ilyen emberek vezetnek, az mennek, azok a népek a káosz felé. Oké? Tehát ez mindig így volt a történelemben, én nagyon jó voltam történelemből, világéletemben, mindig érdekelt a történelem, ha nem hiszed, nézz utána. Ha hülyék voltak a vezetők, most mindegy milyen tekintetben, hogy félelemből, vagy korrupt, vagy
érted, a három közül valamelyik, akkor az lehet, hogy mind vitték a népüket a katasztrófa felé. Érted? Az azt jelenti a katasztrófa, hogy gyakorlatilag káosz felé. És a káoszból pedig, tudod, mik lettek? Legjobb esetben polgárháborúk. Tehát polgárháborúk. Érted? Tehát ahol, mit tudom én, a rétegek háborúznak egymással. Tehát nem azt mondom, hogy háborúznak, harcolnak egymással. A rétegek, a különböző rétegek. Milyen rétegek? Hát az azt jelenti, hogy egyesek ugye gazdagok, a másik szegények, és akkor különböző rétegek, azok egymással elkezdenek harcolni. És a legrosszabb esetben az következett be, hogy eltűnt a nép a földszínéről. Érted? Na most én nem arról beszéltem, ami felé kellene menni, ha megnézitek. Most arról beszéltem, hogy a korrupciónak, a félelemnek, illetve a tudatlanságnak, ha a vezetők gyakorolják ezt a három képességet, vagy ennek a három képességből, idézőjelben képességről beszélek, valamelyikét, az tuti, hogy abból óriási baj lesz, nem hosszú távon. Hát nem hosszú távon. Tehát nem tudsz egy olyan vezetőt mondani a világban, amely mondjuk félt, és abból nem lett baj. Vagy korrupt volt, és abból nem lett baj. Vagy, mit tudom én, hülye volt, és abból nem lett baj. Tehát nem tudsz ilyet mondani. Na most ezt, drága nép, nem látjátok át? Hogy megyünk a káosz felé. Tudod, mit jelent a káosz? Hogy ha szerencséd van, túlélsz. Azt jelenti. Érted? Az azt jelenti a káosz. Nem kis szerencséd, hanem ha nagy szerencséd van, akkor túlélsz. Érted? Ha nem vagy annyira szerencsés, akkor meghalsz. Ennyi. Ez jelenti a káosz. És most itt semmi olyanról nem beszéltem, ha figyeltétek, hogy bárki ebbe beavatkozna, vagy bármit csinálna. Érted? Hanem ez sima, kiszámítható következmény. Érted? Semmi más nem kell csinálni, csak meg kell nézni a történelmet. És meg kell nézni, amikor ilyen emberek kerültek népek élére, akkor mi történt. És most tömegesen vannak a népek élén ilyen emberek, érted? Tömegesen. De azt jelenti, hogy a káosz az elsöpri a vezetőket is. Ők is ugyanúgy beleesnek abba, amiben a nép beleesik, hogy örüljön, ha túlél. Érted? És ez most nem pessimizmus, ez sima realizmus avval kapcsolatban, hogy minek milyen következménye volt a történelemben, és mitől lenne más. Nehogy már azt mondjátok, hogy most sokkal okosabb a nép, mint mondjuk 100 vagy 200 vagy 500 évvel ezelőtt. Hogy lenne okosabb? Semmivel nem okosabb. Most onnantól kezdve ugyanaz a folyamat tud véghez menni. Érted? Ugyanaz a folyamat fog végbe menni. Ugyanaz. És nehogy azt higgyétek, hogy ez így, ha így halad tovább, akkor ez hosszú táv. Hogy soha a történelemben nem hosszú táv volt, mert hát nyilván az alatt a vezetés alatt történt meg. Érted? Nem még leváltották, majd lett egy következő, majd egy következő, majd egy következő, nem. Egy vezetés alatt megtörtént a káosz. Tehát az, hogy milyenek a nemzeteknek a vezetői, az
meghatározza azt, hogy mi lesz a következmény. Érted? Hát most, mit tudom én, mondok egy példát. Most hirtelen az jutott eszembe az előbb, Nérót. Ugye Néró császárt. Persze. Hát ugye ismert. Az ilyen a három körbe ugye miért csinálta az egészet? Félelemből. Hát félelemből csinálta az egészet. Tehát az ő időszaka alatt elérte, hogy legyen egy káosz a birodalomban. Érted? Hát vagy nézd meg Hitlert. Hát az ő időszaka alatt hova jutott Európa? Érted? Stb. Stb. Vagy nézd meg Napóleont, vagy bármelyik másik ilyen embert. És ez mi kellett? Hát az, hogy elment az eszük. Hát ugye aki fél, annak nincs ott az esze. Aki korrupt, annak sincs ott az esze. Aki tudom én, nincs esze, annak meg amúgy sincs. Jó? Tehát ezt azért mondom, hogy gondoljátok végig, hogy a káosz, amiben haladunk, afelé haladunk, az azt fogja eredményezni, hogy mondom még egyszer, az nem válogat. Az elsodorja a vezetőket is. Érted? Már pedig efelé megyünk. Jó? Csak nem értem, hogy nem látják át a vezetők ezt. Nem jártak történelmi órára? Valahogy akkor mindig izén voltak, lógtak, vagy mit csináltak? Vagy nem tanultak történelmet? Vagy megbuktak többször történelemben? Nem tudom. Na mindegy. Jó? Tehát soha nem, ugye van egy mondás, ugye a következő, csak ugye soha nem után jutott eszembe ez a mondás, tehát van egy mondás, hogy fejétől bűzlik a hal. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy hiába vannak egy társadalomban jó szándékú emberek. Jó, én javaslom, hogy ne engedjük be, jó? Nem. Jó? És aki késik, azt innentől ne engedjük be, hát ennyi. Ezt majd megtanulják, hogy jöjjenek, amikor jönni lehet. Tehát ugye fejétől bűzlik a hal, ugye onnan. Tehát hiába vannak a népek közt, és mindig így volt. Hiába voltak jó szándékú emberek. És hiába most is vannak jó szándékú emberek. És hiába a jó szándékú emberek vannak többségben. Hát azért gondold végig, mit tudom én, hova jutott Németország a II. Világháború során Hitler miatt. Na, nehogy azt mondjátok, hogy a német lakosság többsége az nem jó szándékú volt. Mert jó szándékú volt. Érted? És mégis oda jutottak, ahova jutottak. Érted? Tehát mindenütt a Földön úgy van, hogy a lakosság jó része mindig a történelem során az jó szándékú volt. De ez nem jelent semmit, ha megnézed. Az nem jelent semmit, hogy az emberek többsége az jó szándékú, ha a fejétől bűzlik a hal, és a vezetők azok vagy félnek, vagy korruptok, vagy elmebetegek. Érted? Ami azt jelenti, hogy beviszik a jó szándékú embereket is a káoszba. Érted? Tehát nem értem, hogy nem látják ezt át emberek, hogy mifelé haladunk. És akkor utána lehet kérdezni, hogy szerintetek, mondjuk ha te lennél a jó Isten, akkor utána hogyan hagynád majd a dolgokat?
És hagynád, hogy hagy játszanak? Vagy azt mondanád, hogy jó, akkor elég volt ebből a kisded játékokból, amit a földön folyik. Mit csinálnál? Tehát ugye van egy fő probléma. Ugye az a fő probléma, hogy már nem kardokkal vívják a csatákat, hanem most már igen magas fokú, legalábbis az emberiséghez képest igen magas fokú technikai eszközökkel. És ezek a technikai eszközök, ezek nagyon komoly problémákat tudnak okozni. Érted? És ezzel a technikai eszközökkel már lehet Istent játszani. És gondolod, tehát például, ha te lennél a jó Isten, te hagynád, hogy az emberek Istent játszanak? Gondold végig. Már pedig mondom, ezekkel a technikai eszközökkel már lehet Istent játszani. Hát már elég régen, már a második világháború óta. Gondold végig, lehet Istent játszani. A második világháború vége óta, amikor ledobták az atombombát, illetve atombombákat, onnantól lehet Istent játszani. Na akkor, ugye az egy Isten játszás, hogy na akkor töröljünk el egy várost egy pillanat alatt a felszínéről. Hát ez nem Isten játszás, akkor mi? Ha hol tudták ezt megcsinálni régen az emberek? Gondold végig, hogy egy várost most egy pillanat alatt a felszínéről eltöröljenek. Hol tudták? És ezt most ugye meg tudják csinálni mennyi? Azt mondja, 60, hány éve? 70, hogy is vagyunk? 65, vagy mint 55, 75 éve? 76 éve meg tudják csinálni? Érted? És hol van a 76 évvel ezelőtti technikai szint a mai szinthez képest? Gondold végig. És akkor ugye azt gondolod, hogy ó, hát te egy porszem vagy, hát hiszen van 8 milliárd ember, és akkor mindnyájan csak egy porszemek vagyunk. De ez nem egészen így van. Hát a fejlődést, a változást, az igazi nagy változásokat, azokat nem a vezetők érték el. Tehát most mondok példát. Mit tudom én, honnan számolják az új kort, tehát a technikai kort? 1640. De mihez kötik? A gőzgép feltalálásához kötik. Érted? Tehát mikor feltalálták a gőzgépet. Na most onnantól fogva, gondold végig, azt egy állami vezető találta föl? Tehát akkor egy állami vezetőhöz kötődik egy új korszak elindulása? Nem. Érted? Tehát nem. Tehát nem. A korszakokat nem az állami vezetők hozták létre sose, hanem az emberek kezdték el. Tehát a korszakváltást mindig az emberek kezdték el. Soha nem az állami vezetők. Az állami vezetőknek nem érdekük a korszakváltás. Mert gondold végig, ha egy állami vezető bekerül egy korszakban hatalomra és a hatalom csúcsára, akkor egy új korszakban ő nem biztos, hogy a hatalom csúcsán lenne. Neki meg az az érdeke, hogy a hatalom csúcsán maradjon, tehát magyarul neki az az érdeke, hogy ne legyen változás. Világos ez. De ezt át kellene látni. Tehát, ha megnézed, és jobban körülnézel, a jelenlegi állami vezetőknek egy a világban nem az az érdekük, hogy nagy pozitív változások legyenek. Mert ha az lenne az érdeke, akkor ő már lehet, hogy nem lenne hatalma. Világos ez? Tehát ha azt gondolja a nép, hogy majd
a vezetők fognak létrehozni ezen a bolygón valamilyen pozitív változást, akkor mondj egy példát rá, hogy ezt megcsinálták. Itt a történelemben. Én, nekem nem jut eszembe semmi ezzel kapcsolatban. Semmi. Káoszt létre tudtak hozni, érted? De más nem. De pozitív változásról beszélek. Nem káoszról. Tehát gondold végig, ahhoz, hogy az ember jobban átlássa ezt a helyzetet, nem kellene egy kicsit jobban rálátni a dolgokra? Nem kellene egy kicsit jobban, tehát több figyelemmel rendelkezni a jelenben? Tehát nem kellene? Tehát az ember úgy működik, hogy ha egy ember a figyelmét 100%-ban a jelenre tudná koncentrálni, egyébként nincs ilyen ember a Földön, csak úgy mondom, de ha ezt megtehetné, és ezt így folyamatosan gyakorolná, nem tudna hibázni. Érted? Nem tudna hibázni. Így működünk. Tehát, hogyha te a figyelmedet 100%-ban oda tudod koncentrálni a jelenre, akkor nem tudsz hibázni. Tehát minden probléma, egyébként nem kell ezt elhinni, akkor is ez így van. Ennyi. Most teszek én rá, hogy ki hiszi ezt el, vagy ki nem, akkor is így van. Jó, tehát lényeg az, hogy minél kevesebb figyelmet, ez egyébként egy kis tanítás is, minél kevesebb figyelmet tud egy egyén a jelenre koncentrálni, annál nagyobb eséllyel hibázik. Oké? Tehát, hogy értsük? Az ember gondolatai vagy a múltban vannak, vagy a jövőben, vagy a jelenben. De a jelen az mindig csak per pillanat. Na most, melyik a leghosszabb? A három közül. Hát nyilván minél idősebb valaki, annál inkább a múlt, nem? Minél fiatalabb valaki, gondold végig, annál többet van a gondolata a jövőben. De ha a jövőben van a gondolata akár egy fiatalnak, akkor az azt jelenti, hogy ami maradt, az van a jelenben. Egy ember, aki szépen korosodik, már nem 2 éves, már nem 10, nem 20, már nem is 30, nem is 40, egyre több és több, annak egyre több múltja volt. És annál hosszabb az az időszak, amire emlékezhet. És ha te bármikor a múltaddal egy kicsit is foglalkozol, ami azt jelenti, hogy mondjuk az előtte lévő 5 perccel akár, már nem a jelenben van a gondolatod. Világos ez? És ha a jelenben éppen teszel valamit, mondjuk éppen cselekszel valamit, vagy döntést hozol éppen a jelenben, és a figyelmed akár az 5 perccel az előtti dolgon van, pedig az nem rég múlt, az azt jelenti, hogy a figyelmed már csak egy kis része van a jelenben, vagy éppen semmi. És már is az ember hibázik. Világos az? Tehát emiatt, ha megnézed, hogy például a gyerekek figyelme az alapvetően a jövőn van, elég sokat hibáznak. És ha megnézed, ahogy
cseperednek az emberek és egyre idősebbek, elég sokat hibáznak az emberek, mert a múltban van a figyelmük. Hát ha megnézed, a jelen az a legrövidebb időtartam, mert az mindig csak per pillanat. Tehát amit kimondtam, ezt a per pillanatot, az már múlt. Érted? És az a jelen, amit éppen most mondok, de amit kimondtam, az már múlt. Tehát gondold végig, hogy a jelenre kellene a legtöbb figyelem, de a jelen a legrövidebb időtartam. Tehát a kettő az pont ellentétes egymással. És akkor nem gondolod azt, hogy az ember az amiatt hibázik, mert nincs ott a figyelme. Pedig emiatt hibázunk. És az is még egy fontos dolog. De se kell elhinni. Tehát, hogy te mit hiszel el, nem érdekel. Én meg tudom, hogy mi hogy van, és ez nekem bőven elég. Tehát az embernek van ugye, az imént beszéltem róla, hogy van egy figyelme. És na, közben kiment a fejemből, mit akartam mondani. Na mindegy, majd mindjárt eszembe jut. Tehát, ja igen, már megvan. Az volt, azt akartam mondani, hogy a figyelmünk jelenbehozása az nagy mértékben függ attól, hogy milyen jó vagy rossz hangulatban vagyunk. Tehát ha te nagyon-nagyon jó hangulatban vagy, akkor nagyon könnyen koncentrálod a figyelmedet a jelenbe. Ha viszont nagyon rossz hangulatban vagy, akkor ugye ennek az ellentéte, hogy képtelen vagy a jelenbe hozni a figyelmedet. Tehát például egy bánatos ember már arról tesz tanúbizonyságot, hogy a jelenére nulla figyelmet tud fordítani, de a jövőjére sem tud figyelmet fordítani, mert az összes figyelme az a múltban van. Mert gondold végig, egy bánatos ember mit csinál? Ott buslakodik, sír mondjuk, de nem sírhat a jövőn. Nem sírhat a jelenem, mert a jelenben nem történt vele semmi. Min sírdogál akkor? A múltján. Érted? Tehát annyira sem tud oda koncentrálni a jelenére, hogy egy picit is végig gondolja, hogyha a múlton én sírok, úgyse tudok rajta változtatni, mert úgy hívják, hogy múlt. De mivel nulla figyelme tud lenni a jelenen egy bánatos embernek, nulla, az azt jelenti, hogy képtelen arra, hogy ezen gondolkodjon. Érted? Mert amikor az ember gondolkodik per pillanat, az egy jelenbe hozott állapot. És amikor az ember gondolatai nem ott vannak a jelenben, hanem akár a jövőben, vagy akár a múltban, és csak teszi a dolgát, cselekszik, akkor szokott az ember hibázni. Oké? Tehát ezt ugye azért is mondom, hogy gondold végig, hogy vajon az, hogy az ember a... Sőt, még inkább kérdezek akkor. Szerinted te mit látsz a világban, inkább úgy mondom a környezetedben lévő embereknél? Mit látsz? Azt látod, hogy
a jelennek megfelelően gondolkodnak és cselekednek és döntenek, vagy inkább nem? Melyiket látod inkább? Tehát inkább lehet, hogy azt kéne kérdeznem, hogy látsz-e vajon olyanokat sűrűn, hogy valaki jó döntéseket hoz folyamatosan, és helyesen cselekszik folyamatosan. A környezetedben élőkről beszélek, akikre rálátásod van. Nem azokról, akikről megnyilvánul a média, mert a média úgy hazudik, ahogy akar. Mert hiszen nem voltál ott, amikor az az esemény történt, amiről a média ír, ezáltal úgy lehet azt torzítani, ahogy akarják. Nem tudom, elég világos voltam-e. Mert ha ott lettek volna az emberek, akkor nem lehetne eltorzítani, mert akkor az emberek rögtön azt mondanák, na, hogy a kutya se fog ezt a médiát figyelni, mert hazudik. Mert meggyőződtem róla, hogy hazudik. Világos ez? De ha megnézed, a média sose olyan eseményekről ír, amin ott voltál, nem? Hanem olyan eseményekről, amin nem voltál ott. Mert arról azt ír, amit akar. Világos ez? Ha van egy ilyen mondás is ebben kapcsolatban, hogy a messziről jött idegen, azt mond, amit akar. Érted? És a média... Miért? Ismered a médiának a tulajdonosát? Hát még annak a cikknek az íróját sem ismered, nem? Tehát számodra egy idegen, egy messziről jött idegen, nem? Aki azt mond, amit akar. Vagy azt ír, amit akar. Oké? De nyugodtan hihetsz olyan embereknek, akik messziről jött idegenek, és azt mondanak, amit akarnak. És úgy tálalnak neked dolgokat, ahogy ők akarják. Mert nem voltál ott. Oké? Hát most mondok egy példát. Mit tudom én. Azzal kapcsolatban, hogy hányan haltak meg mondjuk az elmúlt egy évben Covid-ban, te ott voltál, és számoltad, és meggyőződtél róla. Nem. Hát akkor azt írnak róla, amit akarnak, nem? Nem így van? És a 10 milliós lakosságból, vagy mit tudom, lehet, hogy már nincs 10 millió, mindegy, ból hány volt ott, aki számolta is, és kontrollálta, hogy hányan haltak meg? Hm? Hát akkor nekik is azt mondanak, amit akarnak, nem? Nyilvánvaló, nem? Gondold végig. De messziről jött idegen, azt mond, amit akar. Oké? Tehát amiről te meggyőződtél, na arról nem tudnak azt mondani, amit akarnak. Világos ez? Tehát az azt jelenti, hogy az érzékszerveiddel érzékelted. Oké? Legalább egyel. Hát ugye tudod, hogy például a videókat is. Ma olyan technika van, hogy azt hiszed, hogy pó, hát ez egy megtörtént esemény. Az közben az egész meg se történt. Tehát, és hát arról nem is beszélve, hogy például mondjuk, ha van egy videó, és azt mondják, hogy az a tegnapi helyzet. Honnan tudod, hogy nem a 2 évvel ezelőtti? Érted? Hát honnan tudod, hogy nem 2 évvel ezelőtti videó bevágást tettek oda bele? Csak most mondtam valamit. Hm? Honnan tudod? Hát nem voltál ott, mikor csinálták? Hát nem véletlenül van egy, a bölcs emberek azt mondják, hogy hát hiszem, ha látom. Nem? Persze ennek van
hátulütője is ennek a hiszemhalátomnak. Mert olyan dolgokat, amit nem látnak, abban nem tudnak hinni. Tehát itt azért nem csak fekete meg fehér minden, hófehér, meg koromfekete, hanem a szürkének valamilyen verziója. Tehát amikor valaki valamit mond, ahol én nem voltam, akkor én úgy vagyok vele, hogy ha akarom, elhiszem, ha akarom, nem hiszem. De inkább úgy mondom, hogy feltételes módon fogadom el azt, amit mond. Oké? Tehát nem elhiszem, vagy nem hiszem, hanem a szürkének valami verziója. Érted? Tehát én ezt így szoktam. De ha valaki például mondjuk egy valóságban érzékszervekkel érzékelhetetlen dologról beszél, érted? Akkor mivel ugye nem látható, ezért nem feltétlenül azt mondom, hogy hát mivel ez nem látható, ezért nem hiszem. Hanem ugyanúgy feltételekkel elfogadom. De mik ezek a feltételek? Tehát a feltételek mindig az, hogy ha egy ember alapos akar lenni, és mikor tudsz alapos lenni? Hát ha jelenbe hozod magad. A jelenbe hozatal pedig adott helyzetben tudod, mit jelent? Azt jelenti, hogy a jelenben utána nézel dolgoknak. Világos ez? Tehát aminek csak lehet, utána nézel. Tehát, hogy ne csak egy forrásból értesülj. Érted? Tehát, hogyha például valaki azt mondja, hogy az Istennek milyen fontos szerepe lehet az életedben, és te azt mondod, hogy hát hiszem, ha látom, hogy van Isten, ezért ugye nem láthatom, ezért nincs. Kész, le van zárva ez a téma. Na most, de az ember, ha utána jár, és elkezd meggyőződni dolgokról, tehát most mondok egy példát, jó? Ugye ez elsősorban a tanulóinkra tartozik, de mindegy, most jött föl ez a dolog. Ugye tudjátok, hogy egy fejlesztés, egy programfejlesztésben vagyunk. És tehát ugye az háttérprogram az fejlesztve van, és ugye most van tesztelés alatt a fejlesztés, de élőben van tesztelve. És ugye volt egy olyan dolog, amin én már gondolkodok napok óta, és nem jövök rá, hogy mi rá a megoldás. Tehát itt a fejlesztés területén, hogy mi rá a megoldás. És akkor egyszer csak fogtam, azt mondtam ma, hogy ez meghaladja az én képességeimet. Kérlek benneteket, hogy segítsetek. 3 perc múlva ott voltam, vagy 2 perc múlva ott volt a megoldás, érted? És napok óta nem tudtam vele zöldágra, addig, ameddig én akartam kitalálni, érted? Addig nem volt megoldás. És amint ezt azt mondtam, hogy ez meghaladja a képességeimet, kérek megoldást. És már mondták is a megoldást. Érted? És mondom, napok óta töröm rajta a fejem, hogy kéne azt megoldani, és nem jöttem rá. Érted? De amint ezt kimondtam, 2 percen belül ott volt a válasz. És utána, ó, tényleg, ennyi volt. Na most, mivel én meggyőződtem a felső hatalomnak, ugye, az isteni hatalomnak a szerepéről, és hogy milyen szerepet tud játszani az ember életében, de miért? Mert nyitott voltam arra, hogy meggyőződjek. Érted? De ugyanúgy az ember arra is nyitottnak kell lenni, hogyha például valakitől, egy élő szemétől hallasz valamit, és akár mutat is alátámaszt videóval, és akkor azért, hogy elhitesse veled, lehet az éppen egy média,
akkor is ugyanez a megoldás, hogy az embernek el kellene kezdeni azt mondani, hogy nézd, lehet, hogy látom ezt, de mivel nem voltam ott, nem valószínű, hogy el kell azt hinnem, hogy az úgy van. Érted? És akkor az ember mit tehet ilyenkor? Utána jár dolgoknak. Érted? Más forrásokat is igénybe vesz. Más emberektől is hallgat dolgokat. És akkor az ember összerakja abból a képet magának. És akkor azt mondja, hogy jó, hát akkor igaz, hogy nem voltam ott, de 10-ből 10 szakember ezt mondja, akkor valószínű, hogy ez így van. Érted? De az emberek nem is csinálják. De miért nem? Nagyon egyszerű. Mert ugye az imént említettem, hogy ha valaki rossz állapotban van, akkor képtelenné válik arra, hogy a figyelmét a jelenbe koncentrálja. Tehát ez azt jelenti, hogy képtelenné válik arra, hogy utána gondoljon, utána nézzen dolgoknak, utána járjon dolgoknak. Vagy képtelenné válik arra, hogy megtapasztaljon, megéljen dolgokat. Érted? Tehát, hogy azt mondja, hogy jó, akkor ha működik egy segítő felső hatalom, amely segíti az embert, akkor miért kérhetnék tőle segítséget, nem? És akkor ha működik, akkor meg is tapasztalhatom, nem? De hát nyilvánvaló, hogy itt ezzel vissza lehet élni például ezzel a dologgal. Ugyanis ezen a bolygón, akik emberek vannak és igénybe veszik nem látható entitások segítségét, az attól függ, hogy milyen segítséget kap, hogy az illető mennyire etikus módon működik. Tehát ha egy kevésbé etikus ember kér segítséget, akkor valószínűleg, hogy nem egy ultraetikus entitás fog a segítségére sietni. Nem tudom, mennyire voltam világos. Hiszen csak egyetlen egy dolog ezzel kapcsolatban, egy kicsit a mitológiával foglalkozol, amire itt a nyugati társadalomban legtöbb ember azt mondja, hogy hát azok mesék voltak. De egyéb társadalmakban pedig azt mondják, hogy azok nem mese volt, hanem megtörtént dolgok. És a Föld nagyobbik része mondja azt, hogy megtörtént dolgok voltak, csak úgy említeném. Csak mi vagyunk itt Európában, meg Észak-Amerikában ilyen sötétek. Egyébként a világ nagy része meg nem ilyen sötét, mint mi vagyunk itt Európában, meg Észak-Amerikában. Szóval a lényeg az, hogy ugye a mitológiát megnézzük, akkor itt rengeteg istenség megjelent ezen a bolygón. És voltak köztük brutálisan rosszak, voltak szuperjók, és a közt mindenféle átmenet. Ugye az istenségek azt jelentette, hogy sokkal hatalmasabb képességekkel rendelkezők, mint a földi emberek, és sokkal hosszabb életűek is, mint a földi emberek. Na most mondom, gondold végig, hogy mennyi a mitológiában, mennyi istenség fordult itt elő ezen a földön. Hát se szeri, se száma, szó szerint. És azok között nem volt mind rossz, vagy mind jó, hanem mindenféle volt köztük, ugyanúgy, mint az embereknél, hogy az embereknél is vannak nagyon rosszak, meg nagyon jók, meg a közt mindenféle egyéb, kevésbé jó, meg kevésbé rossz. És itt ugye ez a kérdés, hogy te vajon az életedet milyen etikai szinten éled? Na most gondold végig, mondjuk, hogy van egy állami vezető, amelyik fél, vagy éppen, mit tudom én, korrupt, vagy éppen zizi, na most azok milyen etikai szinten vannak? Etikának az a szinten nincs. Nincs etika szinten.
Nem, az etikának ugye az, az azt jelenti, hogy az etikának az ellentéte az etikátlanság. De az is egy etikai szint, hogy valaki etikátlan. Szóval a lényeg az, hogy mit tudom én, egy olyan ember, aki etikátlan, és azt mondja, hogy na, akkor kérek segítséget, és mondjuk kap is. De vajon milyen etikus dologban fog kérni segítséget? Nem etikus. Hát ha valaki nem etikus, akkor nem fog etikus dologban segítséget kérni. Világos voltam? És akkor alig várja egy olyan entitás, amely nem testben van, hogy kértek segítséget, bebizonyítom, hogy tudok segíteni. Így van, és be is bizonyítja. Csak tudod, mi a baja, vagy mi a különbség a jó és a rossz entitások között? Tehát a nagyon jó és a kevésbé jó vagy rossz entitások között. Hogy a nagyon jó entitások nem felhasználók. Tehát nem felhasználják az embert. A rossz entitások azok felhasználják a saját céljaikra az embert. Világos ez? És minél rosszabb entitás, minél etikátlanabb entitás, annál gonoszabb célra használja fel az embert. Világos voltam? Nem kell ezeket elhinni. Jó? Akkor is tudom, hogy így van. Kész. Tehát ugye én figyelem azokat a személyeket, akik különleges olyan képességekkel bírnak, tehát valamilyen szinten nem állandóan figyelem őket, most ne érts félre, és valamilyen szinten figyelem őket, akik olyan képességekkel bírnak, amivel az átlag emberek általában nem. És ugye mivel ezt már régóta csinálom, tehát már lassan évtizedek óta, tehát már olyan 2 évtizede kezdtem el körülbelül, azóta ugye látom, hogy ki mennyire etikus, és látom, hogy vajon milyen szintről kaphatja a segítséget, mármint milyen entitás szintjéről, etikai szintről kapja a segítséget. És az információkat is természetesen. Jó, szóval egy olyan világban élünk, ahol egy dologra számíthatsz. Az pedig elsősorban akkor saját magad, ha olyan tudásod van, érted? Amit tudsz használni. De az, hogy saját magadra számítasz, az önmagában kevés, mert kell egy olyan etikus közösség, ahol az emberek egy cél érdekében tevékenykednek. Milyen cél érdekében? Nekünk van egy nagy célunk. Tehát a hatalmak itt a bolygón, vagy a hatalmasok, inkább úgy mondanám, azok most a káosz felé terelik az emberiséget. Ezzel szemben az emberiség egyet tehet. Nézzük meg, hogy mit. Hoppá, jó. Nézzük meg, hogy mit tehet. Az emberek mit tehetnek? Az aranykor felé. Terelhetik saját magukat. És valamilyen szinten mintát mutatva hívhatják a többieket. Tehát mintát mutatva, jó mintát mutatva, hívhatják a többieket. Tehát ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy menjünk egy olyan társadalom irányába,
ahol nincs elnyomás. Tehát a káosz, a torkollás, az az abszolút elnyomás lesz. Jó? Tehát az abszolút elnyomás. Tehát például a káosz volt, ugye a második világháború. Az egy káosz volt. Tehát a maga a társadalom az a háborúban jutotta el a káoszba. Világos ez? Ahol ugye 10 milliók meghaltak. És települések lettek a földdel egy szintbe. Ahol az értékek füsté váltak. Mármint anyagi értékek. Szóval a lényeg az, hogy lehet menni a káosz felé, vagy lehet menni egy olyan társadalmi forma felé, ahol nincs elnyomás. Tehát nincs elnyomás. Ahol nincsenek elnyomók. Hova lennének az elnyomók? Hát ugyanúgy, ahogy a születésed, illetve minden ember születése a fentiek által jött létre, a fentiek által jött létre, ugyanúgy a halál, kivétel, ha valaki öngyilkos lesz, és a fentiek által történik meg. Oké? Nyilvánvaló ez nem ennyire egyértelmű, akkor, amikor valaki ugye már készül a halálra, és szépen vagy olyan életet él, aminek a következménye automatikusan az, hogy a test föladja. Oké? Tehát ott nagyon nem kell föntieknek besegíteni. De ugye, ha megnézed, az elnyomók nagy része itt a bolygón, az a kb. 1,6 milliárd ember, az olyan egészségesnek tűnik. Érted? Tehát minden ötödik ember a bolygón az elnyomó. Tehát több az elnyomói tulajdonsága, mint a szociális tulajdonsága. Az az elnyomó, akinek több az elnyomói tulajdonsága, mint a szociális tulajdonsága. Jó? Tehát nem azt jelenti, hogy minden tulajdonsága elnyomó, hanem azt jelenti, hogy a tulajdonságainak többsége elnyomó. Egy szociális embernek a tulajdonságának a többsége a szociális, és a tulajdonságának kisebbik része elnyomó. Világos? És annál szociálisebb egy ember, minél kisebb, kevesebb része a tulajdonságainak az elnyomás. Világos ez? És ugyanúgy fordítva is természetesen az elnyomók esetében, annál nagyobb elnyomó az illető, minél intenzívebb az elnyomói tulajdonsága a szociális tulajdonságaihoz képest. Jó? Tehát, de ez úgy működik, tehát itt van minden ötödik ember, bolygón körülvesz minket, minden ötödik ember antiszociális. Tehát elnyomó. Na most ez azt jelenti, hogy annak a jó része az makkegészséges idézőjelben. Tehát ami annyit jelent, hogy valamiben majd meg kell halniuk. Ha nem maguktól halnak meg, akkor majd azoktól, akiktől függött, hogy megszülettek, azok majd besegítenek abban, hogy meglátogassák a más világot. Jó, szóval ilyen egyszerű a kérdés. Na most emiatt, hát igen-igen sok halálesetet fogsz tapasztalni a következő években. Ez már elindult, majd meglátjátok. Szóval ez úgy működik, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy mehessünk e felé. Tehát mehessünk e felé. Tehát azért tegyük tisztába a dolgokat. Ezen a bolygón a legtöbb entitás az nagyon magas szintű etikai szinten rendelkezik. És azonos etikai szinten. Magas, nagyon magas, azonos etikai szinten. Akik nem,
azok nem ahhoz tartoznak. Tehát nem hozzájuk tartoznak, és lényegesen kisebb számban vannak a bolygón, mint azok, akik igen magas etikai szinten rendelkeznek. Világos ez? Tehát például az emberek őrző angyalai, azok ebbe a kasztba tartoznak. Tehát az igen magas etikai szintű entitásokhoz tartoznak. Jó? Tehát ezért ugye, ha megnézzük, a hozzájuk képest az összes más entitás az közelébe sincs számszakilag. Tehát közelébe sincs. Jó? Tehát ezáltal milyen entitásnak az akarata tud leginkább majd érvényesülni? Hát nyilván a számszakilag fölényben lévők akarata tud leginkább majd érvényesülni. Jó? Tehát ezt is jó, ha tudjuk. Na most ezért talán nem kellene rábízni ugye a világot egy olyan kisebbségre, amely ugye olyan támogatottságot élvez, amely egy nem látható lények általi támogatottság, akik igencsak ugyanúgy kisebbségben vannak. Oké? Mint ahogy az ilyen emberek is kisebbségben vannak. Tehát ezért ugye a többség az a körülbelül 6,4 milliárd embernek nem az lenne a dolga, hogy hagyja, hogy karba tett kézzel, vagy a fotelbe eltehénkedve, érted? Hagyja, hogy a dolgok úgy menjenek, ahogy az megy. Mert ugye a legnagyobb probléma a bolygón most az, hogy a jó emberek semmit nem tesznek. És ahol a jó emberek nem tesznek semmit, akkor ott a rossz eluralkodik a Földön. Tehát magyarul a jó emberek hagyják, hogy a rossz teret nyerjen. Az a sokkal kisebb rossz, érted? Tehát ha megnézed, a környezetedben is pont látod, hát sokkal több a jó ember, mint a rossz ember. Tehát az emberek 4/5-e ezen a bolygón jó ember, érts meg. És csak 1/5-e nem. Tehát, de ha a jó emberek, mondom, nem csinálnak semmit, hát mit tehetnek a jó emberek? Tehát egyet tehetnek az jó emberek, és annak lesznek a pozitív következmények. Tehát akkor, ha ezt az egyet megteszik, annak lesznek pozitív következményei. Tehát az, hogy fejlődnöd kell. Nem így. Meg ha nem, ha valaki ilyen kicsi, akkor majd megnő. Érted? Hanem itt belül kell fejlődni. Tehát ezt úgy hívják, hogy szellemileg kell fejlődnöd. De az nem lexikális tudást jelent. A lexikális tudásra ott a lexikon. Érted? Fogod? És a lexikális tudásra van szükséged, akkor fogod, kiveszed a lexikont, vagy utána nézel az interneten. Világos ez? De ugyan mondd már el nekem, hogy az interneten hol találsz, főleg ingyen. Mert ugye a lexikális tudást teljes egészében megtalálod ingyen az interneten keresztül. De hol találsz az interneten olyan tudást, amit az életed ilyen-olyan, amolyan területén tudod hasznosítani? Hm? Hol? Tehát mik ezek a területek? Hoppá, rossz gombot nyomok. Itt van 10 életterület. Hol kapsz olyan tudást ingyen, ahol ezeket meg tudod oldani? Hm? Na most ugye tapasztaltam, hiszen tanítok embereket 93 óta. Akkor számolt ki hány éve? Az nem véletlen 28.
és nem gyerekeket tanítok, hanem felnőtteket 28 éve. Oké? És felnőtteket nem arra tanítok, hogy mennyi kettő meg kettő, hanem arra tanítok, hogy az életben hogyan boldoguljanak könnyebben. És már 28 évvel ezelőtt ilyen, olyan típusú információkat kezdtem el átadni az embereknek, ami által az emberek könnyebben tudnak boldogulni. Persze közel nem volt annyi ismeretem ilyen témában, mint most. De akkor is ez azt jelenti, hogy 28 év azzal foglalkozom, hogy az embereket olyan tudással lássak el, ami által könnyebben boldogulnak az életükben. És ugye azóta látom, hogy vannak ezek a területek, mert még akkor nem láttam, és ez mind ott van az életében az embereknek. Vagy ott volt, vagy ott lesz, mindegy. És ha az ember bármelyik területen nem jól működik, akkor boldogtalanná válik. És ha boldogtalanná válik, akkor a figyelme visszamegy azokra a dolgokra, amik negatív hatást gyakoroltak az életére. És minél több olyan dolog van, ami negatív hatást gyakorolt az életedben, és nem oldottad meg, ott tartja a figyelmedet. Világos ez? De amit megoldottál, azt nem tudja ott tartani a figyelmedet. De minden olyan dolog, amit még nem oldottál meg, ott tartja a figyelmedet. És ez a baj a jövővel is, mert a jövőt nem a jelenben oldod meg, hanem a jövőben. És az a baj a jövővel is, hogy az ember figyelmét emiatt ott tudja tartani, mert nem tudod megoldani, mert azt a jövőben fogod tudni megoldani. Tehát a jövővel tudod, mi a dolgunk. Hogy van célod a jövődre vonatkozóan, és van terved a jövővel kapcsolatban. És nem azzal foglalkozol, hogy mi várható, oké? Hanem azzal, hogy azt, azon a terven végig menjél. És a tervet mindig a jelenben hajtod végre. Világos? És ha egy ember állandóan azzal foglalkozik, hogy mi lesz, akkor nem tud a jelenre figyelni. Oké? Még akkor se, hogyha pozitív jövőképre gondol. Érthető? Tehát egy ilyen furcsa mód működik az ember, hogy a figyelmét nem tudja szétszórni. Pedig sok nő azt gondolja, hogy ő egyszerre hány dologra tud odafigyelni, mikor csinál valamit. És akkor egyszerre mosfőzt, takarít, meg egyéb dolgot csinál. És akkor vajon miért van az, hogy nem tudom, tudod-e, hogy hol történik a legtöbb baleset? A háztartásban. Így van. Miért? Mert a háztartásban a legjellemzőbb az, hogy mosunk, főzünk, takarítunk, egyszerre sok dolgot csinálunk. És egyen nincs ott a figyelmed. Tehát mit gondoltok átlagosan? Miért főznek ízletesebben a férfiak? Mert ők közben nem főznek, vagy mosnak is, meg takarítanak is, hanem csak főznek. És közben semmit nem csinálnak mást. Érted? Ezért csak. Nem azért, mert jobb az ízlésük. Nem azért. Ízlelésük, akarom mondani. Nem azért. Jó? Tehát ennyi az idő? Jó. Ránéztem az órára. Hát sajnos be kell fejezni ugye itt a legelső részt.
Bár még tudtam volna ezzel kapcsolatban bőven mondani dolgokat. Szóval ugye az volt a lényeg, hogy hol kapsz tudást ingyen. Hol kapsz? Nincs. Nincs. Nem létezik. Nincs olyan. És hol kapsz a legkedvezőbb módon ezekre tudást? Keresgélhetsz, de akkor is nálunk találsz. Ennyi. Hol kapsz egy közösséget? Így van, itt nálunk. Érted? Hol kapsz olyat, hogy nem csak tudás, mert a tudással kitörölheted a... Így van, ha nincs gyakorlat. Tehát ha nincs kint, gyakorolja. Érted? Jó, hát lehetőleg hatóságokon ne gyakorolj. Oké. Okay. De a többi nem árt, ha van gyakorlási alany. És itt lehetőséget biztosítunk arra is, hogy tudjál gyakorolni. Oké? Okay? Sőt, ha elakadsz, kapjál segítséget. Na most egy olyan különleges rendszerünk van, hogy ahogy a létszámunk nő, úgy nő a vezetői gárda. És az azt jelenti, hogy a vezetők át tudják vállalni a segítői, tanácsadói szerepeket. Na most egy nagy közösséget nem tud egy vezető egyedül segíteni, támogatni, irányítani. Viszont, ha sok a, tehát nagy a közösség, de sok a vezető, akkor ez nem jelent problémát. És akkor még egy kérdés van ezzel kapcsolatban. Hol láttál te olyat, ahol ezekre vonatkozóan segítséget egy közösségen belül sok embertől tudsz kapni? Na, hol láttál ilyet még? Sehol a bolygón. Sehol. Érted? Tehát akkor megnézhetjük, hogy eléggé különleges az, amit csinálunk. És ha visszamegyünk ide egy pillanat erejéig még, hogy lezárjam az első részt. Hoppá, nem ennyire, csak ide. Akkor hány olyan közösséggel találkoztál, amelynek az a célja, hogy bevinni az embereket egy olyan társadalomba, ahol nincs elnyomás? Hm? Oké. Okay. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük Szedlacsik Miklósnak, mesterkócsnak a képzést, amely hatásos és célra vezető volt. Hozzáfűznék egy mondatot. Igen. Erre az egészre. Igen. Le is írtam, mert nagyon érdekes volt. Általában mindig tanulságos még az első része is a dolognak, mert egy kicsit felvilágosítást kapunk, felvilágosítást, és azt írtam oda, hogy akkor az űr van a zavarban, hogy ha nem figyelünk, nem lesz jövőnk. És ezt, ha összesűrítjük, akkor pont erről beszéltél most, eddig. Bocsánat, mondhatod tőle. Fel szeretnék tenni egy pár kérdést neked. Hallgatlak. Civil foglalkozásod? Vállalkozó vagyok. Honnan jöttél? A 14. kerületből. Családi állapotod? Hát ez bonyolult kérdés. Hogy van? Völegény vagyok, 24 éve. Itt a mennyasszonyom. Miért kezdtél el a Nyílt Akadémiánál tanulni? Hát igazából sok kérdésem volt, még mindig van, csak egy kicsit visszafogtam magamat azóta. És
azért fogtam vissza, mert kaptam egy csomó választ. Lényegében azért kezdtem el, mert kérdéseim voltak, válaszokat kaptam, és folytatom a tanulást, hogy még több választ kapjuk a jövendőbeli kérdéseimre. Eddig mit adott neked a Nyílt Akadémia, ember és életjobbító? Hát úgy van ez, hogy... Képzés. Igazából szellemiséggel nem igen foglalkoztam. Úgy mondva, hogy nem kerestem az ilyen-olyan kurzusokat, nem jártam ilyen-olyan rendezvényekre. Olvasni sokat olvastam, de amit adott nekem a Nyílt Akadémia az, hogy nyugodt ember voltam eddig, most még nyugodtabb vagyok. Ellenben adott egy olyan plusz tudást, amivel tudom segíteni az embereket a környezetemben, és igyekszem segíteni azokat az embereket is, akik nincsenek a környezetemben. Szóval olyan dolgokat kaptam, amit máshol nem igen kaptam meg. Jó. És ez egy jó érzés. Mit tanácsolsz másoknak? Hát én azt tanácsolom másoknak, hogy jöjjenek tanulni, és a múltkor is mondtam a jó múltkorjában, hogy egyedül dolog, amivel nem tudnak mit kezdeni, az a saját idejük. Azaz az eltelt időt nem tudod visszahozni. És ezáltal minden elvesztegetett perc a te saját jövődből veszed el, azaz a jobb jövődből. Mert a rosszat meg tudod teremteni rövid időn belül is. Szóval azt tanácsolom, hogy nyugodtan jöjjetek ide tanulni, mert jó helyen vagytok, jó anyag van, jó információ van, és megvan a lehetőség, hogy tudjál gyakorolni. Ez egy nagyon fontos dolog. Hát akkor most rajtad van a sor. Feltenem én is neked azt a pár kérdést, hogy honnan jöttél. Budapestről. Civil foglalkozásod. Szülésznő. Családi helyzeted? 24 éve mennyasszony vagyok. És még mindig nem ment el, mennyasszony, ugye? Miért kezdtél eltanulni a Nyílt Akadémiánál? Azért kezdtem el, mert a te agitálásodra eljöttem, meghallgattam az előadást, és úgy döntöttem, hogy maradok és tanulok. Akkor jó agitáltam? Igen. Eddig mit adott neked a Nyílt Akadémia, az ember és életjobbító coachképzése? Hát óriási nagy változáson mentem keresztül. Megtanultam önmagamat kezelni. Igaz, hogy még vannak javítások, de akkor is nagyon-nagyon sokat változtam. Megtanultam a körülöttem élő embereket kezelni és megérteni, mert hiszen nem mindig értettem, hogy mit miért cselekszenek, és én miért reagálok úgy, ahogy reagáltam. És úgy gondoltam, hogy itt ebbe az iskolában mindent megtanulok. Pedig annak idején azt gondoltam, hogy mivel már 30 éve dolgoztam egészségügyben, hogy én ismerem az embereket, nekem újat itt senki nem mondhat. Hát nagyon nagyot tévedtem, mert ez nem így van. Mit tanácsolsz másoknak? Jöjjenek el, hallgassák meg az előadást, és tanuljanak. Mert nagyon fontos a változás az életünkben. Rettentően fontos, hogy haladjunk előre, hogy elérjük az aranykort, és a szeretet, a harmónia, a béke meglegyen az emberek között, hisz manapság egyáltalán nincs ez meg. Félelem, gyötrődés, fájdalom, ellenségeskedést észlelünk. És én azt mondom, hogy gyertek, és ne várjatok tovább. Én elódáztam az első időket, az első pár évet,
és nem úgy tanultam, mint ahogy kellett volna, és nagyon bánom. Mert az már a múltban maradt, de még a jövőt sem tudtam úgy megalkotni. Tehát ne csináljátok ezt. Gyertek. És fejlődjetek. Köszönjük a tanácsokat. A szünet után hangulatjavító coach képzésünk lesz, amelyen lehet, ha van lehetőséged, várunk szeretettel, ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételben megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőle. És meg szeretném köszönni Szerzacsik Miklósnak megint, a múltkor egy kicsit elfelejtettük, hogy megtisztelt minket, hogy lehessünk házigazdák. Most 25 perc szünet következik, találkozunk kicsit később.